Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Soy de España. Soy de España. Spanyol köszöntés egy kedves puertollanói iskolaigazgatótól. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása évek óta jellemzi az ötvös iskolát Hajdúböszörményben. Ennek jegyében most több országból is érkeztek vendégek, hogy a gyerekek tudása elmélyülhessen, és a pedagógus szakemberek módszertani tapasztalataikat kicserélhessék. Február 8-án reggel saját kezűleg készített zászlókkal fogadták az ötvösös gyerekek a gyerekekből és felnőttekből álló csoportot. Ezt a pályázatot Erasmus Plus pályázatnak hívják. Igazából az előtörténete az eTwinning felületen történő szakmai munka volt, amit a 18-19-es tanévben kezdtünk el. Az eTwinning felület az európai iskolák közösségét jelenti, és interneten keresztül egy felület segítségével tudunk szakmai kapcsolatba lépni más iskolákkal, középiskolákkal, akár óvodákkal is, és bizonyos céloknak megfelelően szakmai munkát végzünk együtt. Bekapcsoljuk a gyerekeket a felületbe, ők ott tudnak találkozni. És ebből kifolyólag épültek ki olyan kapcsolatok, amik abban erősítettek bennünket, hogy bátran belevághatunk mi akár Erasmus Plus programba is, hiszen ott már mobilitásokat, gyerekutaztatásokat tudunk megvalósítani a szakmai munka mellett. És így sodolt össze bennünket az élet az interneten ezekkel a partneriskolákkal, akik Spanyolországból, Görögországból, Törökországból és a franciaországi Guadeloupe szigetről álltak össze. És a projekt célja igazából a fenntartható kulturális örökség beépítése a tantervbe, ami a felnőtteket, a tanárokat illeti. Először is bemutattuk egymásnak, hogy mit tartunk fenntartható örökségnek a mi kultúránkat illetően, azt megismertettük a kollégákkal, majd a következő lépésben terveket készítettünk, óraterveket, foglalkozásterveket, projekteket, bemutatván, hogy mi hogy tudjuk ezeket becsempészni a gyerek mindenkori életébe, és ezt megosztottuk. És így készült egy közös kosár, és ezen anyagok segítségével betekinthettünk a testvériskolák, illetve a partneriskolák munkájába, szokásába, módszertanába is. Eddig két mobilitás sikerült megvalósítani. 2020-ban Guadeloupe szigetén jártunk, a Karib térségben, ott két kollega és három tanuló utazott. Életre szóló élmény volt természetesen, nem csak a repülés, mert voltak köztünk, akik nem repültek még, hanem maga a klíma, a napi egyenlőség, az a teljes más világ, teljes más életritmus, más világszemlélet. Illetve ebben a tanévben, novemberben volt szerencsénk eljutni Törökországba, és ott betekinteni a török tanítási rendszerbe, és megismerni az ő kultúrájukat. És igazából ezen két mobilitás után tapasztaltuk azt meg, hogy mennyire jó ez a gyerekeknek. Olyan korosztályt igyekszünk utaztatni, akiknek már a nyelvtudása van olyan szinten, hogy megbízhatóan tudjanak kommunikálni. És nagyon ügyesen helytáltak a nyolcadikasaink, teljesen maguktól eligazodtak a reptéren, rájuk lehetett bízni, hogy na, akkor keressük meg, hol lehet frissítőt venni, illetve az országban, a városban ők segítettek kalauzolni, használták a Google térképet, gond nélkül kommunikáltak a helyiekkel. Tehát azt gondolom, hogy ennél nagyobb megerősítés egy nyelvet tanuló diáknak nem kell. És biztatjuk őket szívvel, lélekkel, a családdal összefogva, hogy igen, is már nem szabad megállni a középfokú nyelvvizsgáig. Ez különleges hét az iskolánk számára, hiszen a partnerek megérkeztek hozzánk, és egész hetes programmal próbáljuk bemutatni saját kultúránkat. Vegyes ez a hét, ennek a hétnek a programja, mert kirándulásokon keresztül szakmai munkát is folytatunk. A mai nap fognak először találkozni iskolánk tanulóival, az összes tanulóval, és valamiféle kommunikációt fogunk segíteni.
és valamiféle kommunikáció létrejöttét fogjuk segíteni, és a délután folyamán már elkezdjük a szakmai munkát, ugye kultúra és örökségünk, a pályázatunk része a Rubik kocka bemutatása, illetve tovább lépünk, hogyan lehet a Rubik kockát, mint kultúra és örökséget bevinni a tanterembe. És lesz egy nagyon kedves előadónk, aki ezt módszertanilag taglalni fogja számukra. A szakmai munkát tekintve még a hét programjának része lesz, hogy megismerik a néptáncunkat, népviseletünket, de ugye nem állunk itt meg, hiszen kölcsönös együttműködésről van szó, ők is bemutatják a néptáncukat, prezentálni fognak, és megismerhetjük az ő népviseleteiket, népviseletüket, illetve azt, hogy egyáltalán része-e a tanmenetüknek ezt, hogy tudják ezt megoldani. Majd pénteken még mindig nincs vége a szakmai munkának, mert bemutató órát fogunk tartani, angol óra, történelem óra és vizuális kultúra órákat, és igazából a projekt szemléletre tesszük a hangsúlyt. Az eredet mondánk a kiindulási pont, a csodaszarvas, és így egy három órába foglalva tudjuk bemutatni azt, hogy hogyan lehet egyik tantárgyból a másikba átvinni, áthidalni és foglalkozni egy adott témával. Úgyhogy nagyon várják a gyerekek, a két tannyelvűs diákjaink fogják lesznek az óra részesei, illetve a művészet is kisdiákjaink. Az intézményben a járványidőszak okozta nehézségek ellenére is fontosnak tartják a nemzetközi kapcsolatok működtetését, mert ezek egyedülálló módon bővítik a gyerekek ismeretanyagát. Mi nagyon régen pályázunk ilyen Erasmusos programokra, ha jól emlékszem, ez a harmadik vagy negyedik ilyen projektünk, és van még ezzel egy párhuzamos. Hát sajnos ez a Covid, ez nagyon keményen felülírta ennek a szépségét, de így is megpróbálunk minél többet kihozni ebből. Hogy mi a haszna, és mi a üzenet ennek az egésznek? Én azt gondolom, hogy egy más kultúrát megismerni, egy más környezetbe elvinni a gyerekeket, és ott érezni a bőrükön, hogy igenis a nyelv tanulásra szükség van, ez a legnagyobb. És emlékszem rá, hogy amikor ide érkeznek a vendégek, mint ahogy most is, és akkor ők bemutatkoznak, a mieink is átérzik azt, hogy ők máshonnan jöttek, másképp beszélnek, de mégis a közös nyelv az angol. Ez mindenkire motiváló hatása van, tehát én azt gondolom, hogy ez a ötvösnek ez egy nagyon jó gyakorlata. Bízom benne, hogy ezt nagyon sokáig is fent tudják tartani, és hogy mindig lesznek ilyen pályázatok, amikben részt tudunk venni. A vendégek között egy Agias Mariasi görög pedagógust is köszönhettek a gyerekek. I'm very excited. It's the first nagyon izgatott vagyok, mint tanár, hogy itt lehetek, és külön feladatnak érzi, hogy hogy feladatokat kell neki majd elvégezni, ami az ő gyerekeit is illeti, illetve előzetes feladatok eredményeit meg kell majd osztania velünk. Mi jellemzi egyébként a ti iskolátokat? Milyen ismeretek azok, amelyekre leginkább kíváncsi vagy? My school is located in a small town. Az én iskolám egy tengerparti kisvárosi iskola, és nagyon családias, mindenki ismer mindenkit, sok időt töltenek az iskolán kívül, és nagyon kíváncsi arra, hogy itt hogy működik külföldön egy másik iskola, és hogy érzik a gyerekek itt magukat az iskolában. And how the children feel when they are at school? Luz Maria Yepes egy vidéki spanyol iskola igazgatójaként látogatott el most Hajdúböszörménybe. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen pályázatokban részt vegyünk, hiszen a mi gyerekeinknek nem csak az alaptudás megszerzése fontos, hanem az is, hogy használják a nyelvet, és visszajelzéseket kapjanak, illetve tapasztalatokat szerezzenek más országokban. Mesélj egy kicsit magáról a ti intézményetekre, illetve azokról a diákjaitokról, akik részt vesznek ebben a projektben. Our school is a Salesian school. A mi iskolánk arra is hangsúlyt fektet, hogy a gyerek a mindennapos életében, a mindennapi életében egyigazodjon, hogy tudjon kommunikálni és együttműködni a felnőttekkel, tanárokkal, és sok időt töltenek iskolán kívül ők is. In like a family, like try to improve with the other people every day, with the teachers, with the families, and with all the partners. A 8. osztályos Péter Boglárka számára
különleges élményt jelentett az utazás, amelyet ennek a pályázatnak köszönhetett. Bár konkrét elképzelései vannak a továbbtanulásról, mint hogy állatorvosi pályára készül, a nyelvismeretek nélkül tudja, hogy nem boldogulhat majd a jövőben. Három barátommal jutottunk ki Törökországba, azon belül is Mersin városába, és ugye nagyon sok új dolgot láttunk, és nagyon érdekesnek találtuk. Majd ugye találkoztunk a spanyolokkal, és velük is nagyon-nagyon sok mindent tudtunk csinálni, és ugye az utazás végére nagyon jóba is tudtunk lenni. Továbbra is élő maradt ez a kapcsolat? Egyébként tartjátok akár telefonon, levelen, bárhogy a kapcsolatot? Igen, még mindig megmaradt, ugye nem mindegyikünk beszél, de ugye párunk továbbra is folytatta ezt a beszélgetést velük. Hogyha összegezned kellene, miért is jó ez a pályázat számotokra, diákok számára? Hát szerintem azért éri meg, mert ugye új helyekre juthatunk ki, sok élményünk lehet, és ugye nyilvánvalóan sokat tanulhatunk ezzel az egész pályázattal, és ugye új barátságok születhetnek teljesen más emberekkel is. Azt gondolom, hogy ti most nagy iskolásként már a továbbtanuláson is kell, hogy törjétek a fejeteket. Ez esetleg hatott motiválólag? Már eldöntött tény, hogy hova adtad be a jelentkezésedet? Nekem alapjából meg volt már előtte, hogy hova szeretnék menni, és mi szeretnék majd nagykoromban lenni, de B-tervként megmaradt az angol nyelvvel való tovább gondolkodás. Szekeres Nándor most 7. osztályos tanulója az iskolának. Számára szintén emlékezetes marad a pályázat révén megvalósult kirándulás. Nagyon jó például Guadalupe-on, igaz, nagyon kedvesek voltak, mosolygósak, beszélgettem is velük, és egyáltalán nem is nagyon zavar, nagyon megszoktam, hogy angolul is beszéltek, és úgy beszéltünk egymással. Mit ad számodra ez a pályázat? Én azt gondolom, hogy diákként, illetve nyilván egy ilyen intézményben, ahol két tannyelvű oktatás zajlik, azért mindenképp azt gondolom, hogy a nyelvvel való foglalkozás különös élményt is jelenthet. Hát, hogy igen, jó volt, és én mindenkinek ajánlom, hogy ilyesmiket csináljon, mert ez egy életre szóló élmény is lehet.